Sziasztok, srácok! Legyőztem Poroszországot, vagy Ausztriát. Ez nem volt egyszerű feladat. De a nép imád engem. Szóval. Most meg fel kell készülni a lázadások. Minden. Lázadások lesznek itt minden mennyiségben. Ilyenkor az egy célszerű, ezt javaslom mindenkinek, le kell rombolni minden egyetemet. Grác, nem tudom hol vagy, el akarsz bújni. Ja, ezt most rombolom le. Le kell rombolni minden egyetemet, és helyére ilyen közrendet növelő épületeket kell építeni. Viszont, ha odaadtam nekik Litvániát, aminek az oroszoknak is fáj a foga, akkor az oroszokat megbékéltethetném. Fogadjuk el! Na, Hannover megtámadta Westfáliát. Kikkel kéne szövetségben maradnom? Hát, ha Hannovert támogatom, akkor... Igen. Hogyha Hannover... Na... Hannoverrel kell maradni. Velence is megtámadott. Ez már tényleg totális háború. Hát itt már... Már csak, itt már tényleg csak a háború van. Na most meg kimennek a törökök. Azt kell, hogy az előtt bevegyék magukat, aztán... Mit veszettem el? Mi van? Ja, Litvániát, persze. Igen, ez jó. Ausztriában sztrájkolnak. Ezeket majd megjavítom. Franciaországgal béke. Itt, igen. Igen, igen. Ezeket gondoltam, sőt, tudtam. Ezek lesznek. És igen. Akkor ezzel a kis sereggel el kéne mennem Galíciába. Igen, jó. Hát nem igazán nőtt a bevételem. Valóban. Most megtámadott Velence, de seregei azok nincsenek. Hát ez nagyon minimális, nehogy ezzel akarjon megtámadni. Sőt, ezzel még itt Horvátországon fel tudnám őket tartani. Azokat a seregeket. Na és akkor, hát... Mitagadás, elég kaotikus az állapot. Jelen pillanatban túlélése, nem nagyon gondolkom. Hát igen, esélyem nincs inkább. Itt terpeszkedik Európa közepén egy ország, amit mindenki akarna elfoglalni. Mármint mindenki el akarná foglalni. Jelenleg mindenkinek csak bajt okozok itt Európa közepén. Oroszokkal. Hát... Nem tudom. Lázadókat meg kéne próbálni leverni. Ez is szokott javítani a közhangulaton egy kicsit. Ah, itt már törökök segítenek nekem, király. És még tovább mennek, hát ezt nem hiszem el. Hol tudnak ennyire visszamenni? Oké, Itt olyan, hogy nem is nagyon voltak lázadások itt. Transzia. Itt mínusz 7-es. De itt még egész jó a közhangulat. A csúcs az Ausztria. Bár itt is 10-et javult egy kör alatt.
Hát ezek mind jó hírek. Hát Zágráb az... Jó. Magyarország, azaz hát Pozsony. Hogy állunk? Mínusz 11. Mínusz 2. Azt mindjárt sikül átkonvertálom poroszosra. Mínusz 7, ez azért eléggé még nagyon-nagyon sok. És hát úgy néz ki, fel kell készülnem a lázadók áradatára. Mert nem sokára megérkeznek. Következő körben... Na. És jobb is lett a közhangulat. Sőt, most már kifejezetten jó a közhangulat. Plusz 2. 2. Oké, toborozni kell. Mert különben egy borosok lázadó. El fogunk tiporni, hogyha nem készülök fel. Sőt, itt már is itt vannak. Honnan hozhatnék sereget? Onnan, Varsóból. Ez jó lesz. És gyakorlatilag ennek a videónak úgy néz ki, hogy a többi része már mind erről fog szólni valószínűleg. A lázadók elleni harcról. Hát ezt nem hiszem el, hogy... Na jó, de itt van ez a másik... Ja nem, épp hogy nem segít nekem a másik sereg. Messze vannak. Ó. És most nem segítenek? De, itt vannak. Itt vannak, most itt van mindenki. Oké, okay, király. Sziléziában levertem, és még itt volt. Bohémiában. Hát... Nem tudom, hogy ezzel milyen lázadást lehet leverni. Egy ekkora sereggel. Jó sok lázadójuk van. Hát Brandenburg vagy Berlinből nem hozhatok, esetleg innen. Nem baj, jön segítség. Győzelem. Király. Eléggé megtépázódtak, aha. Most esetleg csaplovasokkal megkockáztatom, és sikerült, nem, vereség. Akkor most megpróbálom a sorgyalogságot bevetni. Oké, király, és nem sikerült. Innen kéne hoznom. Gyakoroltassuk az orgyilkost. Miük van még? Egy ágyú. Egyetlen egy csapatnyi ágyújuk van. Akkor ez jó. Persze. És még lesz jó néhány lázadás, erre fel kell, hogy készüljek. Viszont Moráviában is sikerült a hatalmamat megszilárdítani. Zágráb, itt nem fogok toborozni, mert itt van elégséges sereg egy lázadás leverésére. Itt nincsen. Itt van. Ebből adhatok segítségül más régióknak is, például Magyarországnak, mert hát... Igen. Tehát... Legyőznek kicsit romlottak összehangolt egyet, viszont megnyit az esélye, hogy itt... Hát még ami nagyon veszélyes, az ez a két régió. Ausztria és Magyarország. Ahol vigyázni kell a látadásokkal. Ausztriában lázadás? Úristen! Magyarországon lázadás, Transzilvánia, Horvátország. Kezdjünk vele. Mészáros Éva ezeket nő vezeti?
Hát sajnos muszáj lesz leverni őket, mert most oroszokkal játszom, nem pedig magyarokkal. Nem tudok közelebb menni hozzájuk. Még mindig Mészáros Éva, ha nem halt meg a csatában. Na majd így. Bocsi. De még mindig túljátok. Akkor még egy csapást rájuk mérek. Bocsánat, magyarok, ez muszáj volt. Ezt a farsóból jöttek volna? Igen, szerintem ezek farsóból jöttek. Ezeket itt kell, hogy hagyjam. Osztrák lázadók. Ezek nem sokkal nagyobbak. Ezek, nem ezek a lázadók, hol vannak a lázadók? Ezek a lázadók. Ez az, a szó szerint a folyóba szorítottam őket. És... még itt vannak az osztrák lázadók is, ennyi. Ennyi. És jön erősítés is, ez király. És egy csatában legyőztem őket. És még vissza is érek a városba. Már csak minusz 12-es a közhangulat. Az már egész jó. Mi az, sikerült megszilárdítani a hatalmamat? Úgy néz ki. Mert hogyha így van... ja nem, nem tényleg itt még van egyetlen egy... régió. Itt is egy csatában legyőztem őket. Hát ez nagyon királyul alakult. Minden... Westfália elpusztult. Na, azt hiszem, hogy ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett, és hogyha gondolkodtál azon, hogy játsz ez a játékkal, vagy sem, akkor remélem, hogy ez az kis 5 videós sorozatszerűség tudott neked egy kis kezdő lendületet adni, méghozzá ezúttal magyarul, mert angolban jóval több tartalom van. Na szóval, ennyi lett volna ez a videó, és egy időre szünetetni fogom az Empire Total War-t is, majd legközelebb folytatom, esetleg egy más nemzettel, ha ti is szeretnétek. Ezt rátok bízom, hogyha ti is annyira ragaszkodtok hozzá, akkor majd játszok tovább, de egy időre szüneteltetem, majd természetesen újrakezdem, de kicsit később. Szóval nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, sziasztok!